Kedves, szeretett testvérek! Zarándok útunkon, Csíksomlyon, lelki zarándok útunkon eljutottunk a Rózsafűzér udvarába. Igen. Említettem, hogy talán az első tized rózsafűzért a nyafogó kis Jézus mondta, amikor anyukájának a ruháját húzogatva kérte, hogy adja a mosást, a főzést másra, vele foglalkozott. Mama, mama, mama. Hát igazából számomra a rózsafűzér egy ilyen imádság, ahol újból és újból szólítgatom mennyei édesanyámat szeretettel, jósággal. Ez a ragaszkodás imája, Istenre figyelés imája. Ugye úgy tartsuk, történelem úgy tanítsa, hogy Szent Domokos, a kolduló rendek azok, akik elterjesztették ezt az imamódat. A valóság az ugye az, hogy keleten nagyon gyakran voltak hasonló imaláncok. Ugye nagyon tetszik ugye a muszlim testvéreknek, hát hogy mondjam, van ilyen 99 golyóból álló imalánc, mikor Damaszkuszban voltunk, a maga az ottani Mohamedán főpap adott egyet nekem is ilyen imaláncot, és meg is tanított, hogy kell végezni. Hát igazából Istennek 99 jó tulajdonságát kellene felsorolni, azért nem 100-at, mert az ember még imádkozni se tud tökéletesen. Ez olyan kedves dolog volt. És mondta, hogy ha elfelejtsük, és nem jut eszünkbe, hát valamelyik, vagy akár az egész isteni jó tulajdonság, akkor mind a 99 szemre mondhatjuk az, hogy Istenem, te gyönyörű vagy. Istenem, te nagy vagy, hatalmas vagy. És hát ők így. És tényleg sokfelé az úton lehet látni, megy az öreg Mohamedán testvér, és a kezébe ott lóg ez a ima lánc. Tehát én azt gondolom, hogy ez keleten eléggé elterjedt, ugye a görögkatolikus testvéreinknek is van egy ilyen ima láncuk. A folyamatos imádkozás, imádkozzatok, szüntelenül csak imádkozzatok. Ugye a Szentírás ezt kéri tőlünk. És én azt hiszem, hogy aki kipróbálta a rózsafűzért, az érti, hogy miről van szó. Sose felejtem el, ugye egy ősszel, kora ősszel, hát szegény édesámon rossz indulatot, daganatot, hát állapított meg az orvos, és hát ugye olyan tragikus volt számomra, amikor a szemünkben mondta, hogy mire lehull minden levél a fáról, akkor a édesanyjátok sem fog életben lenni. És valóban így volt. És azt, hát ugye miután az orvostól kijöttünk, húgommal bementünk kedves édesámhoz, és nem tudtunk mi soha hazudni neki. Hát próbáltunk ködösíteni, és azt mondtam, gyertek fiaim, mondjunk el egy tized rózsafűzért. És elkezdtünk imádkozni, és minden nap elmondtunk rózsafűzért, és már végén olyan gyenge volt, emlékszem, hogy nem tudott beszélni. Fogtam a kezét, és az ujjai voltak a tizedek, és úgy mozgatta is. Igen.
Az ember, mikor kifogy a gondolatból, a, hogy mondjam, megoldásokból, nem lát semmit se úgy maga előtt, akkor veszi kezébe a rózsafűzért, és aki mérettünk a nehéz keresztet hordozta, nyugodtan lehet mondani. És én sokszor voltam olyan lehetetlen helyzetben, amikor tényleg emberi számítások szerint nem láttam a megoldást egy-egy gyerek életébe, vagy egy kolléga, vagy maga az intézményünk életébe is, hogy nincs megoldás. Az elején gyakran volt úgy, hogy nincs amit enni. Hát, mit lehet csinálni? Imádságból meg lehet élni. Én most 64 évesen igenis esküdni mernék, hogy csak imádságból is meg lehet élni. Sose felejtem el, hogy eljött a szanepid, kölyál. És hát egy ilyen nagyon pattogós néni volt, még az elején volt, az első, második évben, és ott megnézett mindent, és a hűtőszekrényt is, és látszott a rossz indulat rajta, mert hát ugye ezek a modern hűtőszekrények, hát ugye elvézik a maguk dolgát, de hát ő azt is kifogásolta, hogy miért nincs benne egy ilyen fűzet, amiben írnánk 3 óránként, hogy hát, hogy mennyi a hőmérséklet a hűtőszekrénybe. És tényleg mutatott egy ilyen kommunista törvényt, ami elírt. Tehát én próbáltam mondani, hát akkor olyan típus ilyen lábbalhajtós hűtőszekrények voltak, ezek mások, ezek kikapcsolnak, bekapcsolnak, őt nem érdekli, ez a törvény, így, úgy, hogy nem tudom, miféle. És ott mindenfélit hosszan nézett, és végül írt egy hatalmas jegyzőkönyvet, lepecsételte nekünk kamrát, konyhát, itt hát emberi fogyasztásra alkalmas ételt nem lehet csinálni. Persze kilógott a lólát, hogy ez egy, hát egy ilyen román nyelvű, rossz indulatú hölgy volt, de nála volt a pecsét, hát most mit mondjak. Délelőtt volt a szakás, de szóval most mit csináljon, hát mit csináljunk, hát imádkoztunk. És ha hiszik, ha nem, és ez tényleg így volt, hát úgy, ugye néva plébánia is volt, én plébános is voltam, a gyerekek az csak kis háztály, ilyen, úgy mondták, hogy ilyen, hogy mellékállás, tehát ugye kis feketézés, hogy hogy mondjam, az ember már szórványban ráír, hát akkor miért ne nevelne gyereket. Na és, hát a gyerekek iskolában voltak, szakásnénivel, a kollégák elmondtunk egy 10 rózsafűzért, és mondják, hogy keresnek, kimegyek, és egy férfi volt, hogy hát most költözött Temesvárról Dévárra, és egyházadót akar fizetni, és beiratkozni, és az anyukája beteges, első pénteges, el tudnák látni, és mindes. Hát mindent megebeszélünk, és hát ugye ilyenkor, hát ugye itt is gondolom a plébánián leírják az illető adatait, nem tudom, miféle, egy kartatékba veszik, hogy hát, hogy na, számba veszi az ember a jószágot, ugye. Na és a kedves úrtól kérdem, hol dolgozik, és az, hogy állatorvos, és a kölyálhoz jött dolgozni, megpályáztas, megnyertes, mindes. Hát mondom, nagyszerű, ismeri ezt a hölgyet, szóval igen, a kollégám, hát mondom, és mi a véleménye róla? Hát ez egy kicsit olyan izgága, hát mondom, nézze meg, mit csinált nálunk csupa izgágaságból a konyhában. És akkor bement, és leszette, ugye főnöke volt a hölgynek, és mindent megnézett, a hüttőt is, azt mondja, hogy ez a hüttő tényleg nincs rendben. Hát mondom, de hát nem rég vettük mi az üzletbe, azt mondja, hát, nem az a baja, hogy, na, hogy mondjam, nem jól hűt, hanem hogy nincs mit hűtsön. Üres. Hát, gondoltam, na hát, ezt érdekem is így tűnik. És fogta magát, és aznap délután küldötte 1/2 bocit nekünk, hogy hát a hűtőbe legyen, ami hát hűljön. Igen. És én azt gondolom, hogy nagyon sokszor voltunk, s vagyunk, s leszünk még így, hogy
egy-egy betegség, egy-egy gondba, vagy valaki, mit tudom én, olyan furcsa útra indul, hogy az ember, mint a tékozló fiúnak az apja, hát mit tud egyebet csinálni? Összeteszi a két kezét, és hát elmond egy tized rózsafűzért. Igen. Én úgy gondolom, hogy anyánk az egyház nem ad a mi kezünkbe fegyvereket, nem ad a mi kezünkbe még, mit tudom én, lángpallósú kerubot, a jóisten, vagy mit tudom, ilyeneket. A rózsafűzért adta a kezünkbe, és hát a boldogságos szűzanyával együtt, mert én hiszem, hogy nem tudsz te úgy elmondani egy tized rózsafűzért, ugye a szűzanya azt nem mondja veled együtt, hát imádkozunk. Kérjük a Jóisten áldását, segítségét. És én azt gondolom, hogy Erdélyben ugye nem tudom önöknél, hogy van, hát most is vannak laikus testvérek, és azok, ők nem zsolozsmát mondanak, persze mondhatnak azt is, hanem hát rózsafűzért tizedekkel váltsák ki az imaórát. Annak idején gondolom, sokan voltak olyanok, akik nem is erős tudtak olvasni, vagy ilyesmit, és hát ők imádkoztak. És én, hogy őszinte legyek, amikor rendbe léptem, talán rám Ivó testvér, Vitus testvér, ezek az egyszerű laikus testvérek igen-igen nagy hatással voltak. Hogy őszinte legyek, először én hát laikus testvér akartam lenni, aztán az előjárom azt mondta, hogy menj végezd el a teológiát. 25 éves voltam akkor már, kicsit úgy éreztem, már nem tudom megint tanulni, nem tudom miféle, de végül ugye rendben, engedelmesség is van, hát úgy engedelmességből lettem én pap. És hát ugye a rózsafűzért mondó laikus testvérek nagyon-nagyon pozitív példaképeim voltak, ahogy Szabin testvér a kertet művelte, de tényleg olyan szép volt az ő veteményes kertje, hogy zöldséges kertje, hogy én azt gondolom, ottan Ösztelneken él, de egész Háromszéken nem biztos, hogy volt még egy olyan szép kert. És ugye Rókus testvér, Dézsenő, hát Nyuszit nevelt, neki is volt egy ilyen kertje. Tavasszal azt hiszem nálunk a mi kertünkben volt leghamarabb eper, meg minden. Tehát, hogy igen, ezek szent életű emberek voltak rózsafűzérrel a kezükbe. Persze az atyák is mindig azt láttam, hogy imádkoznak, és olyan jó volt látni, ugye például Dézsen is olyan nagy, ilyen kadrát, négyszögletű kolostor, ilyen hagyományos épület volt, és a folyóson Ervin atya és a többiek bizony gyakran jöttek, mentek esténként körbe, rózsafűzért mondva. És valahogy, hogy mondja az ember, ahogy idősödik, mindinkább ezt megtanulja. Én is mostanában, hát nem erős van olyan este, hogy hát egész nap az ember valahol ül, vagy mit tudom én, és akkor esténként, vagy a lépcsőkön el, vagy az udvaron ott, ugye, nálunk is van egy kolostor, déván, és az ember nekiáll, és hát, sétál, friss levegőn, csend van, és elmond, hát egy-két, ki tudja mennyi, attól függ, mennyi a gondja, baja, tized rózsafűzért. Úgyhogy igen, boldogságos szűzanya ott áll mellettünk, és én azt hiszem, hogy változatosak ezek a titkok. Mindig, minden lelki állapothoz van valami. Mikor valamire készülsz, vágysz, hát aki a szent lelket elküldötte, és lelked mélyén érzed, hogy Mária szó, hogy nézd fiam, a lélek nélkül én se tudtam volna semmit se csinálni. Én nem tudtam volna magam erejéből megszülni a kis Jézust. De a Szentlélek Úristen segített. És ebből olyan könnyen következik az, hogy hát a te életedben is, az akadály, ami előtted van,
egyedül önmagadba kevés vagy. De Uram Istenem, árasz ki a szent lelkedet, és minden átalakul, megvalósulhat az, ami csak álom, ami terv. És így az ember, hát hogy mondjam, a rózsafűzért, mint egy dobbantót, vagy egy valamit, ami felemel, és Istenhez repíti a lelket, mondja, én, hogy őszinte legyek, számomra a legkedvesebb tized rózsafűzér, aki te szentszűz, a Erzsébetet látogatva miértbe hordoztál. Igen, nagyon-nagyon tetszik az, hogy hordozhatom az Istent, hordozhatom a szentséget. Igen. És ez nem meredek, és nem, hogy mondjam, beképzelt vélemény, hisz ugye Krisztoforok, élő tabernákulumok vagyunk mindannyian. Hát, hogy mondjam, Isten templomai, hordozhatom. Sose felejtem el, hogy ugye még Dézsen voltam pap, és ott van egy elmekóráz. Nem messze jön, 10-12 kilométerre a várostól, Kackon, és hát ugye nagyon megrázó volt a kommunizmusban, ezek az emberek hihetetlenül elhagyangulva voltak. Tehát az állami intézetek akkoriban már kommunizmus végén hát nagyon-nagyon le voltak épülve minden szempontból. Alig volt személyzet, étel, nem tudom miféle. És ugye ezek a hát olyan öreg otthonok voltak, hogy valakinek levágták a lábát, azt azért rakták, vagy valakit az utcán kaptak, azért vitték, ilyen úgy mondták, azil, menedékhely, menhely. Na hát ilyen, ma már nem erős, biztos, hogy nincsenek ilyen típusú intézmények, de ilyen minőségi intézmények sincsenek Romániában, de akkor nagyon elhanyagultak voltak. És karácsony napján, ugye hát kommunizmus előtti napokban volt, én kimentem busszal, vittem a nyakamba az oltári szentséget, és ugye meggyóntattam, megáldoztattam, akit lehetett, felkészítettem, és akkor hát legyen nekik is egy kis ünnepük, egy almával, kis édességgel kedveskedtem, és hát ugye ezt el lehet kezdeni, de nehéz abba hagyni. Egy-egy szobában voltak 8-an, 12-en, nem tudom miféle, és ha egyel szóba álltál, hát ha már nem is az oltári szentségé, de azért két szent cukorkája, mindenki mondta, atya, jöjjön ide hozzám is, akarok beszélgetni. És én láttam, hogy hát nagyon közeledik az utolsó buszjárat ideje is. Aztán végül a busz elment, és hát havazott, havas eső volt. És én tudtam, hogy jó, ki kell lépjek, hogy az éjféli misére hazaérjek. És ugye a karácsony napi szürkületbe, nyakamban az oltári szentséggel elindultam. És gondoltam, hát majd valaki csak felvesz útközben, én mindenütt stoppoltam, de hát sikerült megtapasztaljam a Szent Család betlehemi élményét, hogy az ember zörget, kopogtat, de nem veszik fel, nem engedik be. És hát ugye úgy tettem meg az utat, hát Dézsig, a havazó, havas esőbe átázva, átfázva. De hihetetlen élmény volt, öröm volt az, hogy velem van az Úr, az oltári szent. Csak egy kis partikula még maradt, és azzal baktattam, hát ugye a decemberi hidegben. Én úgy gondolom, hogy talán életem egyik legszebb, legmélyebben átélt karácsonya volt. Nem Grecsó, egészen más környezetben, de azt a szegénységet, azt a kiszolgáltatottságot, amit a mi Úrunk Jézus Krisztus valahogy átélt, azt nekem is úgy sikerült, hogy meg... Na,
ízlelni. Igen, akit te szentszűz Erzsébetet látogatva mélyedbe hordoztál. Nem lehetett könnyű szűzanyának se ez a hosszú út, fárasztó lehetett. És szolgálni ment. És ez olyan nagyon fontos nekünk keresztényeknek, hogy igen, boldogságos szűzanya, hát hogy mondjam, nem sütkérezik a mennyek királyi asszonyi na, címekbe, hanem meg se tudta, hogy mi a feladata, már útra kelt. Miért? Hogy szolgáljon. És tudjuk jó, hogy nem egy-két napra ment a szűzanya egy kicsit ottan hemzsegni, hanem hosszú hónapokon keresztül. És egészen biztos, hogy ma is megvisel egy, főleg egy idősebb hölgyet, egy szülés, és milyen szép a szűzanya, ott áll mellette. Mos, főz, takarít, nem esik le a mennek királynő asszonyi gyűrű az ujjáról. Teszi, amit tenni kell. Mossa a kis keresztelő Szent János pelenkáját. Igen, szolgál. És ez olyan szép, és hogy ezt mi komolyan átgondoljuk, akkor az egyházon belüli feladatunk olyan egyszerűvé válik. Kisebb testvérek vagyunk. Minden szerzetes ott, ahol van, miért van, hogy szolgáljon, segíjen. Hát ha kell, pelenkát mos, ha kell, időset gondoz, ha kell, virágot öntöz, de a szolgálatra mindenütt van lehetőség. Portölléstől elkezdve. Én sose felejtem el, ugye vásárhelyen is voltam egy évig plébános, és hát volt egy, ugye a Málesdorfi nővéreknek egy kis közössége ott, kommunizmus alatt is. Ők próbáltak, hogy világi munkahelyük volt, de aztán ugye nyugdíjba mentek, úgy kicsit összeköltözni egy nagyobb lakrészbe, voltak egy páran. És ott volt köztük egy kedves nővér, laikus nővér volt egész életében, tehát úgy mondjam, nem végzett, nem volt tanítóképző, a Málesdorfiak között, hát gondolom más rendben is többen voltak, akik ugye egyetemet végeztek, főiskolát, hát azt hiszem, ilyen 8 osztályos egyszerű nővérke volt, és megvakult teljesen. És olyan érdekes, mert elmesélték a többiek is, hogy amikor leülnek vasalni, mosni, ez a nővér nem csak a rózsafűzért mondta, hanem kívülről tudta, hogy mikor tanulták, meg tanulták, ezt senki nem tudta, az összes litániát. A Lorettói litániát, a Jézus szíve litániát, mindegyiket. És hát ők ugye mostak, vasaltak, végezte mindenki a dolgát, és a közösségbe ott ült, és mondta a litániákat, ott a rózsafűzéreket, vezette az imát, és a közösségnek, hogy mondjam, olyan igazi oszlopos tagja volt. Rendszeresen gyóntattam, és igazából olyan tiszta, kiérett, szép lélek volt, és aztán egyszer úgy én is a gondjaimat próbáltam megosztani vele, és elmondtam, hogy hát, mint fiatal papnak milyen gondjaim, bajaim vannak, hát nem gyóntam, hanem úgy lelki beszélgetést folytattam, és elmondtam, hogy hát milyen kísértések, hát hogy mondjam, kerülgetik az embert, és emlékszel, hogy mellemre jut, és azt mondja, milyen szerencsés maga, milyen jó, mert legalább van, amit fejkínáljon a jó Istennek, örvendjen annak, hogy hát ennyi minden nehézségbe szenved. És én emlékszem, hogy olyan, ez a 8 osztályos egyszerű nővérnek, ez az imádságos, tiszta, hogy mondjam, logikus, mert végül is mi egyebet tudnék én felajánlani a Jóistennek, hát mind a keresztjeimet, nem? Hát hogyha minden jól megy, akkor könnyű szeretni a Jóistent. Hát de hogyha itt is fáj, az se sikerül, hát ott is vérzik, hát akkor nap mint nap van, amit a mi Urunk Jézus Krisztusnak felajánljak. Hát végül is ugye
Szent Ferenc olyan szépen és bölcsen elmagyarázta, hogy hát nem az az igazi boldogság, ha minden jól megy, hogyha a prédikációinkra a félvilág megtér, nem is az az igazi boldogság, hogyha, hogy mondjam, a társaink azok mind életszentség magaslatán röpködnek, hát az úgy könnyű. Az az igazi boldogság, hogyha az embert, hát hogy mondjam, ugye olyan szépen mondja, hogy hazaér angyalos boldogasszony klastromához, havazik, hideg van, kopogtat az ajtón, és kinéznek, és azt mondják, hogy hát mi téged nem is ismerünk, hát mit keresel itt, hát mész a szemed világába. És aztán, hát azért mégiscsak hideg van, fázunk, mégiscsak jó lenne a melegben a testvérek között lenni, kopogtatunk, kinéznek, az, jaj, most már ismerünk, ti eszitek fel a szegények s árváknak a kenyerét, nem szigyelitek magatokat, és azzal kijönnek, se jó nagy bottal, jól megvernek, se sárba belehempergetnek. Na azt mondja, ha akkor is Isten iránti szeretettől lángol a szívünk, és áldjuk az Urat, hogy megkaptuk azt, amit megérdemeltünk. Na, hát akkor az az igazi boldogság. Igen. Egyszerűnek tűnik, de biztos, hogy ha kipróbálja az ember, és tényleg ugye a maga nehézségeit hordozva, feladatát végezve, hálát tud adni a jó Istennek, akár a kudarcokért is, egy olyan típusú öröm tölti el a szívünket, amit azt gondolom a boldogságos szűzanya, hát nem csak, mit tudom, Ein Karén felé, Erzsébet otthona felé menet tapasztalt meg, hanem Egyiptomban és az élete során nagyon sokszor ezt az igazi boldogságot, hát amit nem is vesz el tőlünk soha. Igen, a szolgáló szeretet. És ugye emellett ugye mondtuk, hogy hát Erzsébet magnifikátot énekelt. Ez a jókedvű, derűs, hogy mondjam, lelkület. Hogy én belépek valahova, és ott az emberek ne azt mondják, na jaj, már ez megint itt van, hanem, hogy ő újongva elém jöjjenek, nem? Ez lenne a cél. Mária bemegy Erzsébethez, és még a kis keresztelő János is felújong Erzsébet méhében, nem? Hát ez milyen jó lenne, hogy, ha csak ezt tudnánk megvalósítani, hogy hát olyan személyiség, olyan jóságos, kedves, mit tudom, személy legyek, hogy akárhova belépek, az emberek örömükbe újongjanak fel. Tehát nem megmagyarázzam, hogy ez igen, ilyen, és olyan, és amolyan, és az ilyen duzzogó, meg mit tudom én, ilyen, meg az én társam, a rendem belül, vagy a plébánián, vagy a munkahelyemen, hanem igen, az lenne a cél, hogy kis Máriaként bárhova belépek, hát az emberek örömükbe felújongjanak. Pont. Nem? A Máriának ez összejött. Hát mi ne jöhetne össze nekünk? És ne adjuk alá. Tehát, hogy ne azt, nekünk nem az a dolgunk, hogy a világot elítéljük. Sehol nem írja a Szentírás az, hogy igen, hogy ő arra kér, hogy ítélkezzünk élők és holtak fölött. A világ ezt csinálja. Hát de mi azért vonultunk ki a világból, hogy ne a világ, hát hogy mondjam, útját járjuk. Mi a szentek útjára akarunk rálépni, és a szenteket, ha nézzük, boldogságos szűzanyával kezdve, ha valaki ócsárolhatta volna és szithatta volna ezt a világot, azért nagy csütörtök, nagy péntek után azért Mária, hát hogy mondjam, egy siralmat mondhatott volna, nem? De a Szentírás hiába nézzük, egyik evangélista se írt le ilyent, hogy Mária felette nagy fájdalmával, amikor Szentfiát a keresztről a karjai közé helyezték, megátkozza ezt a világot, nem? Vagy elítéli ezt a világot. Hát, hogyha Mária gyermekei vagyunk, hát akkor kicsit ez a Máriás lelkület ragyogjon ott a mi arcunkon is, nem? És hogyha ő ezt a nagy megaláztatást, fájdalmat,
egészen biztos, hogy ott az a feszizsmeget kiáltó tömegbe, amikor látták, hogy ő a Jézus anyja, hát biztos, hogy mondtak egyet mást róla is. Nem? Nem hiszem, hogy könnyű lehetett volna azt a keresztútat Máriának hosszan járnia. És mégis, ugye ott van pünköskor, és ott van a jelenésekben mindenütt, és nem szemrehányást tesz, nem ítélkezik, hanem anyai szeretettel félve, óvva, hát teszi, amit a szeretet, a jóság, az irgalom diktál neki. Igen, testvéreim, ez a három dolog ebbe a tizedbe, és az ilyenkor az ember úgy érzi, hogy hát az a tized nem is elég, hogy akár egyik gondolatot is hosszan pergesse az ember a fejében. Ugye, mit jelent elmélkedni? Hát önök talán idősebbek is, tapasztaltabbak is nálam. Én úgy szoktam a gyerekeknek ezt próbálni, elmagyarázni, hogy de van a kis kifestős könyv. Nekiállsz, és elkezded színezni. Próbálni a vonalon. Ne menj ki, tehát az evangélium a keretet megadja, de azon belül miért ne tudnád te, hogy mondjam, kiszínezni azt a szentírási történetet? Azokat az eseményeket, akit a Szent Szűz a templomban megtaláltál. Miért ne lehetne, hát igen, a részleteket, ahogy Szűzanya Szent Józseffel első, második este Jeruzsálem sikátoraiba összebújnak, hát akkor nem volt panzió, meg szálloda, meg nem tudom miféle. Szűzanya nem a Heródes gyermekvédelmi szakszolgálatának a segítségét kérte, hogy keressék meg a gyermek Jézust. Nem is tehetetlenül ült, hogy ha mennyei atyám, hát te adtad, Isten adta, Isten elvette, legyen áldott az Úr neve. Mennyei atyám, nincs egy másik kis Jézus. Tehát nem így állt hozzá, hanem összebújnak Józseffel, ja Istenem, hol keressük, még hol nem kerestük. És úgy szereti az ember hosszan gondolni, vajon a 150 Zsoltárból melyiket mondták el a kis Jézust keresve. És hogy kiszínezed ezt a képet, ahogy megy a Szűzanya is, mondja, hogy nem láttak egy ilyen kis fiúcskát, így volt felöltözve, Jézuskának hívták. És én azt gondolom, hogy rózsafűzért mondva, így elmélkedve, hát hogy mondjam, jobban átéljük, és valahogy jobban át is jön talán ennek a tized rózsafűzérnek az üzenete. És azt gondolom, hogy bátran, miért ne elmélkedünk. A nagy szentek azok az elmélkedés, a szemlélődés útján jártak. És én azt hiszem, hogy a misztikus élet, régebb ugye, ez olyan szomorúnak tartom én, hogy a teológián, hát ugye aszkétika, misztika, régi tankönyvekben ott volt. Még a hittanórán is ilyesmikről is tanítottak. Úgy aztán úgy, hát hogy mondjam, racionális lett az egész, és hát mindenféle értelmi megközelítés van, de egy ilyen érzelmi. Mert ugye az elmélkedés, szemlélődés, hát az, hogy mondjam, nem annyira az értelmünket, vagy a logikánkat, nem tudom, mit használjuk, hanem igazából próbálunk ott lenni, mellettük lenni, hogy az az örömöt érezni, amikor megpillantják az elveszett kis Jézust, József és Mária. Igen, átélni ezt az örömöt. Velük együtt, hogy megtaláltam, hogy az enyém vagy. Hogy milyen buta voltam, hogy nem egyből a templomba kezdtem keresni. Hogy
Én azt gondolom, hogy sok ilyen szép gondolat van, amit a rózsafűzér közben mondhat az embert, és hát ugye tudják, hogy egy idős szerzeteshez odamegy egy fiatal, és azt mondja, atyám, én hiába imádkozok, én nem tudom megfogni az Istent, én nem tudom, hogy mondjam, kicsúszik mindig a gondolat a kezemből, nem tudom, tehát olyan üres imádság végén is a lelkem. És akkor az idős szerzetes, lehet ezt hallották, hogy a remete atyáknak a történetei között van, azt mondja, itt van ez a kosár, amiben hordjuk be a fát, menj és hozzá nekünk a patakról vizet. Vizet. Kosárba. Na jó, van engedelmesség, elmegy, megmeríti, kisevette a vízből a kosárt. Persze leperget róla. Hát ő azért próbálta, de hát egy-két cseppet oda tudott vinni, de az is útközben kiszatyogott a kosárból, és hát este egy kicsit olyan, na, szomorúan mondta az előjárójának, hogy te nézd, atyám, hogy hát olyan feladatot adtál rá nekem, aminek semmi értelme nincs, mert én nem tudtam néhány csepp vizet csak idáig hozni ezzel a kosárral, hát ez kifolyik minden. Aztán nézd meg jobban a kosarat. És tényleg az a használattól elszennyezett kosár ragyogó tiszta volt. Igen. Mi se tudjuk a végtelent, a véges, marék porból született létünkbe belecsomagolni, vagy bele tuckolni. Nem vagyunk képesek. De én azt gondolom, hogy ha megmerítsük lelkünket Isten jelenlétébe, az biztos, hogy annak a hatása meg lesz. Úgyhogy én mindenkit bíztatok, hogy jöjjön el Csíksomlyóra is a Mária kert rózsafűzér udvarába. Ez úgy van, hogy egy, hát szinte akkora hely minden, ez a kápolna talán fele, körbe van ültetve fenyőkkel. Hát most már olyan nagyok a fenyők, de egy pár év múlva én úgy gondolom, az lesz egy olyan kis, hát hogy mondjam, tisztás, ahova be lehet menni, ahol tényleg, hát a közepén ott van az a nagykő, Szűzanya kezében a rózsafűzérrel, hogy mi magunk is, akár körbe is úgy gondoltam, a tisztás körbe idővel, ha tudnánk padokat csináltatni, az emberek ott leülnek egyedül, vagy akár egy busz népe is körbe, és elmondanak egy tízet rózsafűzért. Igen. Pió atya, nagyszentek, azok mind-mind ajánlják a rózsafűzér mondását. Hát én is csak azt tudom mondani, hogy detto. Egyet értek vele, velük, és arra bíztatom a kedves nővéreket is, hogy hát a többi imádság mód mellett ezt a szegények, egyszerűek, tudatlanok imáját is, a rózsafűzért is mondogassuk szeretettel, békével. Amen.